Négy év szünet után idén nyáron indult újra a kaposvári lemezbörze, ahol fiatalok és idősebbek egyaránt keresték kedvenc bakelitjüket. Lemezeket keresek, és amit találok, olyanokat. Van kedvenc, akit kiváltképp mondjuk meghallgatnál? A Omega, de azt még nem találtam. Az egész országból érkeztek a lemezgyűjtők, akik kínálatában a többi között jazz, pop, rock, metal és mesebakelitek egyaránt voltak. Az alapján válogatok, hogy vannak olyan lemezek, amikből, hogy úgy mondjam, így kiszeret az ember, már nem hallgatja, és akkor ezeket elhozom, vagy előfordul olyan, hogy az ember nem emlékszik rá, és vesz még egy példányt belőle, egy duplikát keletkezik, amit szintén elhozok. Leginkább ez a felhozatal. Kálmándi Ferenc több évtizede gyűjti a lemezeket, minden bőrzére igyekszik egy színes választékot hozni. Itt érdekes módon Kaposváron, mivel múlt héten voltam Szegeden, itt inkább a kemény zenét, a heavy metalt, a hard rockot keresik, és szerencsére vásároltak is. Reneszánszukat élik a bakelit lemezek, újra népszerűvé váltak, ahogy a lemezbőrzék is, mondta a kaposvári esemény szervezője. Választási lehetőség nagyobb, mint a boltokban, hiszen itt olyan lemezeket is megkapunk, amit nem biztos, hogy boltokban el tudunk érni, hiszen boltokban inkább új lemezek vannak. Karc és pormentes, egyenes lemez a legjobb választás, azonban egy gyors tisztítással javítható a bakelit minősége. Ultrahangos mosást végzünk. Az azért másabb, mint a vákuumos mosás, mert ez a lemez mélyéről, a barázdák mélyéről kiszedi, ugye az ultrahangos rezgés által a port, ami az évek során ugye leülepszik az aljára. A kínálat sokszínűségét mutatja, hogy az 500 forintostól a több 10 000 forintos bakelitig kínáltak lemezeket a gyűjtők. Azok a lemezek, amik kuriózumnak számítanak, akár egy bélyeggyűjtés vagy bármilyen más hobbi tekintetében, itt is természetesen a nagyon ritka kiadványok, különleges kiadványok, egyes nyomatok, japán vagy angol, azok sokkal, de sokkal drágábbak. Legközelebb decemberben várják lemezbőrzével az érdeklődőket Kaposváron.